Sziasztok, Mocsári Ádám vagyok, az Atomic Media Kft-től, és nem máshol vagyunk, mint a debreceni Agórában. Az Atomzenekarnak fogunk forgatni most egy videóklipet. Atomic Media, Atomzenekar, nem én fogok játszani, nem, azt ígérem. Elsőnek fogunk kezdeni a zenekaros képekkel, ez a klasszikus frontba éneklős történet lesz. De lesz a klipnek egy történeti szála is, amiben egy hölgy és egy fiatalember keresik egymást bekötött szemmel, és a klip végére megtalálják egymást. Szerencsére az autókkal be tudtunk állni, és akkor viszonylag közelről be tudunk pakolni. Itt azért van dobszárkó, gitárok, mikrofonok, meg hát rengeteg fény van nekünk is. Ezeket a kis aksis lámpákat beállítjuk stroboszkó módba, aztán amikor verik a nagy tamtamot, akkor jól fog benne kinézni, hogy így vibrál a fény. Lehet amúgy nyugodtan teátrálisabb, tehát te is, Ricsi, jobban beleállhatsz. Te, Tomi, főképpen jól nyisd ki a szár, meg jön, legyen benne erő. Mert amúgy elég impulzív a zene, ahhoz meg jó, hogyha van benne. Mai napon Kovács Barni fog segíteni ebbe a klipbe. Figyelj csak, pattints már rá erre a 40-150-t, és úgy kéne, hogy tedd már 4K25-10 bitbe. Fellököm a 45-1-2-t, megcsináljuk a jó kis rángatós képeket. Na, megyünk a következő helyszínre, aztán néhány bútort el, és ott lesz egy ilyen nagyobb, teátrálisabb képünk. Ők most éppen értetlenkedve várnak, hogy mi van most itt, mert már haladnának tovább. Most egy pici pihi van, a nagy kamerát kezelem, igazából csak rángatom jobbra-balra, kb. Ennyit kell csak csinálni. Néha el is ejtem, de ezt Ádámnak nem mondjátok, úgyhogy nagyjából ennyi a szitu. Megpróbálunk egy ilyen többszintes zenekaros felvételt, tehát egyikőjük egyik szinten, aztán a másik szinten, meg egy harmadik szinten fognak állni. Aztán meglátjuk, hogy ez mit ad ki majd képbe. Nézzük meg. A doboz maradhat is egy szólónak itt. Én most fejeztem be a saját részemet, voltak szóló részek, meg voltak ugye zenekar részek, úgyhogy nem olyan egyszerű egyébként, bárki is bármit is gondol, hogy azért, hogyha benne van, akkor tudja, az elég fárasztó, de amúgy az ilyen jól eső fáradtság. Most éppen pakolnak vissza a srácok egyébként, mert kicsit átforgattuk a helyet, de nekem ugye megvolt a saját részem, egyébként a kicsit elrébb jössz, akkor még éppen, hogy áll a dob felszerelésem egyébként. Az most le van dúlva, majd most jön Tamás, és akkor folytatjuk Richarddal. Akkor az Atomzenekar kettő másik tagja, Tomi, ott az Atom logó, ugye ő már akkor tudta, hogy zenekart csinál, és Kari. Basszusossal felmegyünk oda, aztán meglátjuk. Nagyon régóta ismerem a többieket, mert a mi kapcsolatunk valahol a 90-es évek végére vezethető vissza, mikor is Tom Sterr és néhány haverja vigyáztak rám Bovi után. Nagyjából itt kezdődött a mi közös karrierünk, aztán kicsit félbeszakadt, ugyanis én végül is általános iskolába kerültem, és akkor nem tartottuk a kapcsolatot egészen gimnáziumig, ahol már újra kapcsolatba kerültünk egymással, hát főleg így a zene által leginkább. Van egy pár olyan film, ami kicsit ilyen kiinduló pontként szolgált, és akkor ezekben voltak olyan üzenetek, hogy mennyire erős is a szeretet maga, nem csak a szerelem, hanem maga a szeretet is. Ilyen volt például az Érkezés című film, vagy a Csillagok között az Interstellar, és ezeknek az üzenetével, hát végülis közel azonos ennek a dalnak, az átjárónak az üzenete. De ezzel már túl sokat elmondtam szerintem. Felvettük a zenekaros részeket, felvettük a szóló részeket, és most jön a történeti szál. Te hogy kerültél ma ide? Én úgy kerültem ide, hogy Bogyónak a barátja az énekes, és ő kérte, hogy segítsünk be egy ilyen szereppel. Bekötött szemmel fogják megkeresni egymást. Valahol egybe komponáljuk őket egy képbe, ahol éppen kb. Méterekre vannak egymástól, de mégis elsétálnak egymás mellett. Ezzel lesz bekötve a szemünk, és végülis semmit nem fogunk látni, csak megpróbáljuk egymást
megkeresni, mert már végül is már több éve együtt vagyunk, így a szerelem és a szeretet vezére vagy minket egymáshoz. Megyek le. Oké. Láttad a lábam? Nagyon jó élmény ez a klip forgatás, tehát remek az Agórának a támogatása, hogy itt tudunk lenni, tudunk forgatni nyugodtan, támogatással, illetve az Atomic csapatról is csak jókat tudunk elmondani, dolgoztunk már velük korábban, míg az első lemezünkre csináltak egy klipet, az Így vagy úgy ott, csak jókat tudunk elmondani. Az első klipünk, amit az Atomic csinált, az már majdnem a legnézettebb klipünk a csatornánkon, és ez, azért ez egy jó visszajelzés szerintem. Nézd el! Most forogjatok csak így egy helybe, igen. Befejeződött a forgatás, megvalósult minden olyan kép, olyan elképzelés, amit Tamással megbeszéltünk. Nagyon jó képeket tudtunk venni viszonylag rövid idő alatt, mivel volt a helyszínnek egy szűkös határideje, miszerint 19 órára tudtunk jönni, és már 10 órakor igazából el kellett, hogy hagyjuk a terepet. Tehát itt volt egy intenzív három óránk, amikor fel kellett tudjuk venni a zenekaros részeket és a történeti szálat. Remélem tetszett nektek ez az epizód, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel csatornánkra, keressetek meg minket az Instagramon, Facebookon és TikTokon is, mindenhol ott vagyunk, rengeteg tartalmat teszünk fel, bízunk benne, hogy elnyeri a tetszéseteket. Sziasztok!